5 éve újították fel a Tornyai János Város Rehabilitációs Program keretében több mint 80 millió forintból, majd újjá is szentelték a szerb ortodox templomot Hódmezővásárhelyen. Erre az eseményre is emlékeztek, és Mária ünnepet is tartottak vasárnap a helyi templomban. A vásárhelyi szerb ortodox templomban többek között Lukián Pántelics püspök celebrálta a szent liturgiát a templom védőszentje Szűz Mária tiszteletére. A szertartást tartó papok egyike, Káplán Pavle, a szegedi templom esperese volt. A szerb ortodox lelkész vásárhelyi kötődésekkel is bír, hiszen korábban mintegy 2 évig szolgált a Hódmezővásárhelyi templomban. Szűz Mária személye minden keresztény ember számára, főleg a tradicionális egyház, tehát a római katolikus, az ortodox egyház, a görög katolikusok számára nagyon fontos, mert Mária személye nélkül nem lett volna üdvösség. Ő az, aki az ősanyánk Évának a bűnét, ugye a isteni, mert való együttműködést ő az Éván el nem fogadva, Szűz Mária pedig Isten hívó szavára igennel válaszolt, és ezt tette lehetővé, hogy test és vér ugyanolyan ember, mint mi, a világra hozza Jézust. A Mária ünnep karácsony és húsvét után a legnagyobb ünnep a szerb ortodox vallás gyakorlói számára. Kisboldogasszony, vagyis Szűz Mária születésének ünnepe a templom védőszentjének örömünnepe is, amelyet körmenet és főd búza, azaz kalács szentelés követ. A búzának a felajánlása, ez minden megboldogult hívőnkért és szeretteinkért van, mert ugye az evangéliumban a szimbólum szerint, ugye azt mondja az evangélium, hogy az Úr, hogyha a búzaszem a földben nem esik, és ott nem porlad el, nem rothad el, akkor abból nem lesz új élet. Tehát ezért maga a búzaszem a föltámadásnak a szimbóluma, és ezért az ünnepi kalács és bor, tehát az eukarisztikus, liturgikus adományok megáldásához a szimbólumival ezt újra megünnepeljük. A szerb ortodox lelkész a templom újra szentelése kapcsán elmondta, hogy habár több száz éves egyházközösség a vásárhelyi, lélekszámában mégis kis közösségnek számít, ezért minden évfordulóval ennek megmaradását is ünneplik, de megemlékeznek a város lakóiról is, hiszen e közösség fennmaradását ők is segítették az évek hosszú során át.